A fűtési szezonban a szénmonoxid mérgezés az egyik leggyakoribb háztartási baleset. Hazánkban évente körülbelül 200 ilyen eset történik. A legutóbbi kedden Baracson volt, ahol két ember halt meg. A Kémény ZRT vezérigazgatója szerint a baleseteket többnyire a kémények elhanyagolása, az eltömődés és a kátrányképződés okozza. A szilárdtüzelésnél a kátrányképződés nagyon veszélyes. Nem mindenki tartja be azt, hogy száraz fával kell tüzelni. Szélről már nem beszélek, mert már nem jellemző. Egy év alatt el tud kátrányosodni, de pont mire oda menne a kéménysöpre következő tisztításra, eldugul a rendszer, vagy visszáramlás lesz, vagy akár kéménytűz leéket az ingatlan. Térségünk vezető mentőtisztje azt mondja, a szénmonoxid mérgezés első időszakában fejfájást, szédülést, hányingert lehet érezni, majd hányást és izomgörcsöket, végül eszméletvesztést és fulladást is okozhat a fellépő oxigénhiány. A gond az szokott lenni, hogy amikor már menekülne a beteg, vagy szeretne menekülni, addigra már nem tud, mert alattomos most ez a gáz azért, hogy az alsó végtagunknak az izom tónusát fogja csökkenteni, tehát összeesik a beteg. A nyílászáró cseréje is növeli a szénmonoxid visszaáramlásának veszélyét. Az új szigetelés ugyanis megváltoztatja az épületben a levegő áramlást. A Fejér megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szénmonoxid mérő műszer beszerzését ajánlja a háztartásokban. Megnézzük, hogy megfelel-e azoknak a szabványoknak, amik garantálják azt, hogy ezek jelezni is fognak. Másik pedig, ugye nagyon sokféle ilyen berendezést lehet vásárolni, hogy a használati utasítást betartásával szereljük ezeket föl. A szénmonoxid mérgezés esetén nem csak a mentőket, hanem a katasztrófavédelmet is értesíteni kell a 105-ös segélyhívó számon, hiszen ezeket a betegeket csak légzőkészülékben lehet megközelíteni.